A forradalom és szabadságharc 68. évfordulója, koszorúzások és megemlékezések. Céleszközzel végzett műtét, sikeres vérrögel távolítás. Cirkuszi állatok a zebrán, baleset megelőzési kisfilmet forgatott a rendőrség. Jó estét kívánok, kezdődik a Miskolc ma, a Miskolc Televízió híradója 2024. október 24-én csütörtökön 18 órakor jönnek a részletek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulójáról Miskolcon is megemlékeztek. A hagyományokhoz hűen a rendezvények október 23-án már a reggeli órákban elkezdődtek. A Petőfi téren Tóth Szántai József polgármester mondott ünnepi beszédet. A város vezetői, a pártok, az intézmények és a civil szervezetek képviselői városszerte koszorúkat, virágokat helyeztek el Miskolc emblematikus helyszínein, és lerótták tiszteletüket 56 hősei előtt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulója alkalmából szerda reggel a hagyományoknak megfelelően a Zsolcai kapuban kezdődött a megemlékezés. Miskolcon itt követelte a legtöbb áldozatot a forradalom. Az emlékezők az október 26-ai sortűz áldozatainak emléktáblájánál rótták le kegyeletüket. A tragikus október 26-ai délelőttön 8-9 ezer ember tolongott az LVH megyei főosztálya előtt, az éjjel elfogott fiatal foglyok szabadon bocsátását követelve. A rendőrök és ávósok golyószóróból és géppisztolyból tüzet nyitottak a tüntetőkre, 16 halálos áldozatot követelve. Az ünneplők Nagy Attila miskolci színész emléke előtt is tisztelegtek. A forradalom kitörésének estéjén 40 ezer ember előtt szavalta el a nemzeti dalt a Petőfi téren a népszerű fiatal színész. Menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre! Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon. A miskolci események legfiatalabb áldozatának emléktáblájánál is elhelyezték az emlékezők virágaikat. Mislei Emese még csak 13 éves volt, amikor halálos találat érte az utcán. Áldott a föld, és áldott a szó, édes hazám. Van a bölcsöm, és itt ringatott az én édesanyám. Városszerte még számos helyszínen emlékeztek az 56-os forradalom hőseire. A Petőfi téren Tóth Szántai József mondott ünnepi beszédet. A polgármester emlékeztetett, a szovjet hadsereg levonulásával a fegyveres konfliktus ugyan véget ért, de elkezdődött valami más, valami rosszabb. Eljött a megtorlás ideje, és a kor, amelyben politikai oldaltól függetlenül mindenkit ugyanaz az érzés kerített hatalmába, a félelem. Ahogy a szabadság harcosai a zászlóból, úgy a megtorlók a nemzetből hasítottak ki egy darabot. Így vette kezdetét az a közel 30 év, melyben mindent átjárt a félelem érzése. A félelem volt a legfőbb mozgató rugó. A félelem pedig a lehető legrosszabbat hozta ki mindannyiunkból. Féltünk a szomszédtól, féltünk az ismerőstől, féltünk a fekete autóktól, és féltünk magunktól is. És ez a félelem széthúzott, és elszakított minket egymástól. A polgármester gondolatai után a résztvevők koszorúkat helyeztek el a Petőfi szobornál. A városvezetők, pártok, intézmények és civil szervezetek képviselői néma főhajtással tisztelegtek a hősök emléke előtt. A megemlékezés délután is folytatódott Helyő Csabán a Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkjában található országzászlónál. Itt idézték fel a 68 évvel ezelőtt történteket. Visszalapozva történelmünkben leszögezhetjük, mi magyarok mindig is vágytunk a szabadságra. Szabadságunk eszménye végigkíséri múltunkat, jelenünket, és nélküle nincsen jövőnk.
Görömbölyön ökumenikus istentiszteleten emlékeztek a forradalomi szabadságharcra, majd az 56-os emlékhelynél helyezték el koszorúikat. Október 23-án este a Miskolci Nemzeti Színházban is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulója alkalmából. A város polgármestere Tóth Szántai József beszédében kiemelte, október 23-a kettős nemzeti ünnep. A forradalomról való megemlékezés napja és a Magyar Köztársaság kikiáltásának az ünnepe is. A polgármester hozzátette, október 23-án nem egy eseményre, hanem egy korszakra emlékezünk. Tóth Szántai József beszélt a miskolci eseményekről, és azt is mondta, hogy 1956 hagyatékát örökségként kell tovább hordoznunk. Mártírjaink emlékét megtisztelve látnunk kell, hogy ahogyan a zászlóinkról 1989-ben végleg eltűntek a sebek, úgy az idő a mi sebeinket is képes begyógyítani. De emlékeznünk kell, és nem elfelejteni azt az időszakot, amit ez a 33 év jelentett. Mert ha hagyjuk megfakulni, ha hagyjuk feledésbe merülni azt, hogy valami képes szétszakítani a közöttünk lévő egységet, akkor elkerülhetetlen, hogy ilyen tragédiák újra megtörténjenek. Márpedig egységre most is nagy szükségünk van. Csak egységesen, egy emberként miskolci szívvel tudjuk újraépíteni szeretett városunkat. Október 25-én pénteken rendkívüli karbantartást végez az MVM áramszolgáltató, ezért a tiszai pályaudvarnál az MVK jegy- és bérletpénztár 8 és 14 óra között zárva tart. Ebben az időszakban sem a jegyautomata, sem a LED kijelző nem fog működni ezen a végállomáson. A karbantartás nem érinti az online mobil applikáción keresztüli vásárlást, ez a szolgáltatás zavartalanul üzemel. Szombaton és vasárnap a tiszai pályaudvaron és a Búzatéren lévő jegy- és bérletpénztárak 7-től 14 óráig, vagyis rövidebb ideig lesznek nyitva. Sikeres mechanikus vérrögeltávolítást végeztek el egy férfin, aki kétoldali tüdőembóliával került a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház kardiovaszkuláris centrumába. A régióban ez volt az első ilyen beavatkozás, amit egy korábban pályázati forrásból beszerzett céleszköz alkalmazásával és több szakma együttműködésével hajtottak végre a beteg férfin. A mechanikus vérrögő eltávolítás, illetve a gyógyszeres kezelés az teljes mértékben sikeres volt. Műtét utáni kontrollvizsgálaton vesz részt Posta András. Ő az a férfi, aki sikeres mechanikus vérrögeltávolításon esett át a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházban. Hirtelen rosszul lettem, egy vasárnap este néhány másodperc alatt leizzadt a verszérdültem, hány ingerem volt, és az a pár másodperc, 10-20 másodperc teljesen kiesett. A beteg férfin végrehajtott beavatkozás részleteiről sajtótájékoztatót tartottak a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház kardiovaszkuláris centrumának orvosai. Az egész észak-alföldi, észak-kelet-magyarországi régióban először végeztünk el egy ilyen beavatkozást. Egy olyan betegnél, aki masszív tüdőembólia következtében szó szerint élethalál közeli állapotba került, nem volt alkalmas a vérrögoldó kezelésre a magas vérzéses kockázat miatt, és annak ellenére, hogy próbáltuk hagyományos alvadásgátlóval kezelni, nem javult az állapota, nem tudott lábra állni, fulladt, jártány ereje sem volt. Végül a beavatkozást hosszas egyeztetés után egy korábban pályázati forrásból beszerzett céleszköz alkalmazásával és több szakma együttműködésével végeztek a beteg férfin. Baloldali comb véna behatolásból két katéterrel a jobb szívfélen keresztül eljutottunk a tüdő artériákba, ahol a vérrögök elhelyezkedtek. Itt mind a jobb oldali, mind pedig a bal oldali tüdő artériát kontrasztanyaggal megfestettük, ábrázolódott a kontrasztanyag kiesésnek megfelelően a vérrög helyzete, és ekkor a speciális szívókatéterrel elkezdtük a vérrögöknek az eltávolítását. Az orvosok hozzátették, hogy ez a beavatkozás fontos lépés abba az irányba, hogy az eljárást a mindennapi gyakorlat részeként tudják felkínálni a rászoruló tüdőembóliás betegeknek. A sajtótájékoztatón Büdi László megbízott főigazgató méltatta a műtétet elvégző orvoscsapat munkáját.
Kiemelte, hogy az ország legnagyobb vidéki kórháza a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei, és az ellátandó betegszám is országosan a legmagasabb. A régió lakóinak egészségi állapota azonban nem tartozik országosan a legjobbak közé. Több olyan osztály is van, amely országos és nemzetközi hírnévnek is örvend az ott folyó magas minőségű gyógyító munkának köszönhetően. Hope-ot, a speciális nyomkereső kutyát ünnepelték Miskolcon. A Spider mentőcsoport legendás mentőkutyájának október 23-án adták át az év hős kutyája díjat a Manny szobornál. A hőskutya.hu oldalon meghirdetett verseny célja az volt, hogy bemutassa, népszerűsítse és elismeréssel jutalmazza azokat az ebeket, amelyek alázatos munkájukkal nap mint nap embereken segítenek. Két miskolci kötődésű kutya is szépen szerepelt a versenyen. Hope a Spider mentőcsoport legendás nyomkereső kutyája kapta a legtöbb szavazatot, Dani, a Baráthagyi Vakvezető Kutyaiskola segítő kutyája pedig a hat döntős közé került be. Lámák és kutyák a József Attila utcai zebrán, cirkuszi állatokkal forgatott baleset megelőzési filmet a rendőrség. A Miskolcon turnézó társulat idomárai és állatai vállalták, hogy részt vesznek a Vármegyei Kapitányság új akciójában, amelyben a helyes gyalogátkelő használatra hívják fel a figyelmet. Gazdája lábai között szlalomozik Michael, az idomított cirkuszi kutya. Nem mindennapi helyet választottak a trükkök bemutatására. Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszán egy gyalogátkelő helyre esett a választás. A kutyás videó célja az lesz, hogy felhívja a gyalogosok figyelmét a zebrán való biztonságos áthaladásra. Kakaó és Michael, a két kutya, valamint idomárjuk a Vármegyei Rendőrkapitányság baleset megelőzési kisfilmjében szerepelnek. A cirkusz, ahol fellépnek, épp Miskolcon turnézik. Örömmel vállalták a megkeresést. Nagyon nagy örömmel fogadtuk a rendőrség felkérését, nagyon szívesen támogatjuk ezt az akciót, mert a Hungáriana cirkusz számára is kifejezetten fontos a közlekedés biztonság. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a családok és a vendégeink is épségben elérjenek az előadásunkra, mert máskülönben bezárhatnánk mi is. Érkezik a láma család is a forgatásra. Összesen négyen kelnek át a zebrán. A rendőrség sajtóreferense vezeti át az állatokat. Egy kis eligazítás után szépen sorban sétálnak át a zöldjelzésen. A kampányunk része az is, hogy a cirkusszal együtt működünk, de még az év folyamán nagyon sok olyan meglepő és olyan kampányt fogunk indítani, amire az emberek nem számítanak. Egy a lényege, hogy minél többen felkapják rá a fejüket, és minél több ember észrevegye azt, hogy milyen fontos a gyalogátkelő helyen való közlekedés. Az elkészült baleset megelőzési filmek a következő napokban jelennek meg a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. Az előttünk álló hétvégén rendezik meg a 2024-es szezon utolsó versenyét, az országos rally bajnokról, a kategória győztesekről határozó Zemplén rallit. A végső sorrendről, a helyezésekről döntő zempléni száguldás komoly izgalmakat kínál, várhatóan hatalmas nézőszám előtt. Az előrejelzések szerint kitűnő időjárás ígérkezik majd a péntektől vasárnapig tartó idényzáró versenyen. A szezonzáró viadal kapcsán tartott előzetes sajtótájékoztatón még az asztalnál ült a főszervező és az akár végső sikerre is esélyes versenyző. Még szinte porszem sem volt a versenyautón, de péntektől vasárnap délutánig már a terepen lesz mindenki, elkezdődik az óriási téttel bíró Zemplén rally. A nagy érdeklődéssel várt rallis hétvége pénteken Szerencsen, az ORB Rákóczi várnál esedékes rajtceremóniájával 18 órakor kezdődik, és természetesen az illusztris helyszín ad otthon sorban az ORC és a Historic mellett az ORB 2 és 3 kategóriák résztvevőit bemutató eseménynek is. Október 26-án szombattól pedig már elindul a nagyüzem, a Mádi gyorsasági nyitja és zárja majd a napot. Vasárnap reggel pedig az Aranyosi Völgyben esedékes gyorsaságival folytatódik majd a száguldás, aztán az ORB-ben a bajnoki címről döntő verseny leggyorsabb párosa, összesen 17 gyorsasági megtétele után várhatóan 15 órakor gördül majd a céldobogóra.
A tét, a remek versenyútvonal, az egész esztendőben óriásért küzdő párosok pedig garantáltan remek időtöltést kínálnak majd a komoly számú érdeklődőnek az Országos Rally Bajnokság 2024-es záró eseményén. Az eddig elhangzottak és a várhatóan gyönyörű őszi időjárás mellett többek között az is komoly vonzerő lehet a nézők, szurkolók számára, hogy egy felvezető autó volánja mögött újra ott lesz a zempléni gyorsaságikon, bajnoki címmel 20 éves jubileuma kapcsán a korábbi miskolci közönségkedvenc magyar bajnok, Turi Tamás is. Pénteken hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, délután 15-20 fokot is mérhetünk. Részletek hamarosan az időjárás jelentésben. A Miskolc ma után kezdődik a Sportpercek, híradóval legközelebb pénteken este a szokott időben jelentkezünk. Riportjainkat visszanézhetik a minap.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!